Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárcon, a mai videóban pedig egy Glaciatori olasz Adrenx 2022-es tartát fogunk megnézni. Új cuccról van szó, na de nem nálunk, hanem az olaszoknál. Echte olasz dolog, ki se jött az országból, ez náluk készült a top class helyett, mivel ott nagyon tombol az olasz foci, meg hát a Panini olasz, úgyhogy azért készített így a házon belül az alkalmazáshoz teljesen illeszkedő, tehát beváltható kártyás ilyen szériát, ez ilyen kiegészítés, ami nálunk mondom a top class, csak náluk ez most itt a Titans nevezetű széria, egészen izgalmasnak tűnik, tele van csillogós lapokkal, egyáltalán nem drága, tehát ez a starter is, a kint jártok olaszba, 8,50 €, ami igazából 4000 forint alatti összeget jelent, csomagokkal, limitált kártyával, szerintem ez egyáltalán nem vészes ár, úgyhogy egészen jónak tűnik, hivatalos szériás licensz, elején tombolnak az új igazolások, mint például Vlahovic is, Sportkárc Hungary videós kollégáját Olaszországba, nagyon szépen köszönöm, hogy hozott nekem még csomagokat is, úgyhogy majd azt is fogunk bontogatni. Hát tényleg ez sehol máshol, talán még eBay-en tudjátok megvenni, de szinte egyszerűbb, meg olcsóbb is kimenni inkább olaszba. Nagyon jól néznek ki a kártyák, itt a hátulján van mindenféle róluk, infók, grafikák, illetve lesz majd valami magazin is. Én azt mondom, hogy nézzük meg. Jó hangos, csörgős-zörgös. Viszont itt van. Viszont itt van az asztalon, és ez igazi kult cucc ott Olaszországban. Nagyon-nagyon tombol, tehát nagyon szeretik az emberek, így olvasva, megnézve olasz videósok komment szekcióit. A bontatlan csomagok fantasztikusan néznek ki, ugye eltérő csomagdizájnnal is vannak a játékosok rajta. Oké, fóliából azt hiszem mindent kiszedtünk. A négy kártyapak, ami természetesen meg fogunk nézni, viszont itt a limited! Ó, dombor nyomott limitedek, vagy legalábbis nekem olyan érzésű. Valami kiemelés van rajta, ha nem is dombornyomás, de legalább körvonalazásba, annyira szépen néznek ki, nem dombornyomot, csak én éreztem azt, mert annyira jók, ott is ez a fémes hatás fönt, hihetetlen király, Bernardeschi és Zagani lapja, hihetetlen jók ezek a limitedek, és természetesen hátulján a kód, hogyha játszaná az olasz alkalmazással, fantasztikusak, úgyhogy hát nem teljesen kitakarva a limitedeket, de ide rakom, elképesztően szép dizájnnal rendelkeznek, de a kártyák elvileg még jobbak lesznek. Nézzük meg itt, MES kártya, dupla kártya, lessük meg a magazin, természetesen minden olaszul, ugye itt az alapszéria, abból is bontottunk, és akkor itt van hozzá a Titan széria, a display dobozzal, az is jól néz ki, hihetetlen királyul néznek ki ezek a lapok, mondom, mindenféleképpen bontunk, és meg fogjuk nézni ezeket, hogy kell játszani vele, ezt már ismerjük igazából, illetve itt a többi termékét reklámozza ez a kis magazin, van hozzá egy kis naptár is, Panini csomagokkal, speckó, itt a display doboz, különböző premium gold, premium óró csomagokkal, bocsánat, nagyon fantasztikus. Itt ugye a top játékosok vannak kiemelve, itt is természetesen azért vannak mindenféle különlegességek. Támadók, középpályások, védekezők, és itt a full, a legjobbjai, az Invincible, mert hogy ebbe is van Invincible, de különböző Invincible-ok vannak. Van Invincible Titans, Diamond Invincible, mennyi Invincible van? Ebben a sorozatban a legtöbb Invincible. És akkor itt pedig a kártya széria csapatokra lebontva szépen. Nagyon sajnálom, hogy nincsen benne ugye magyar az olasz első osztályba. A fantasztikus termékek ugye Calciatori kapcsán, illetve a sok Invincible. Összesen 212 kártyát lehet kigyűjteni, egyértelműen egy kis szériáról van szó, így nyára az összes csapat teljesen rendben van. Jó kis magazin. Az album már be van téve ugye az oldal, a checklisttel, neked kell felszámozni, én ezt annyira nem szeretem, jobban szeretem, hogyha megvan oldva a gép által a számozás, de mindegy, annyira nem hiszem, hogy szükség lesz, de van ilyen lehetőség, legalább az album egyszerű, de jól néz ki, vastag, viszont gerinc nélküli, de ennyi lapnak nem is kell gerinces vastag album. Oké, itt felírhatod a nevedet, meg mindent, amit szeretnél, és itt vannak a kiválasztható felállások,
illetve maga a játéktér, hogyha így, ilyen formán szeretnél ezzel játszani, teljesen rendben van ez a része is a dolognak. Úgy, és akkor most a lényeg, ami engem a legjobban izgat, maga a kártya dizájn, úgyhogy bontsuk ki ezeket a csomagokat. Itt van rajta egy kis checklist, 100 darab alapkártyával, majd utána egy Nuove Frim van, Rookies kártyák is, Time Machine kártya, speciális Invincible-ök, úgyhogy 50 csomagonként van Invincible, na az mondjuk durva. Meglátjuk, hogy összejönne valami jó bontás. Nézzük is, egy Top Impact Biragi Fiorentina csapatából, majd utána egy Firmán Napoli Interlogo. Kegyetlen jól néz ki. Atyavilág, iszonyatosan jól néz ki, és minden kártya csillog, srácok. Minden kártya csillog. Empoli logó. Nincs olyan kártya, ami ne csillogna valamilyen szinten. Spezia Torino. Ez hihetetlen, hogy meg tudták oldani, belefér a büdzsébe Olaszországba, hogy minden kártyára raknak csillogós fóliát. Amellett, hogy fantasztikusan néznek ki. Ilyen szinten nincsen teammate. Konkrétan nincs teammate a szériában. Az milyen durva. Ha kint jártok, legalább egy csomaggal mindenféleképpen vehetek, mert nem drága. 1 euró egy ilyen pak, az is szerintem potom pénz érte. Firma. Fordítunk, mik vannak itt? Kódos kártya? Valami kódos kártya? Lekaparhatós. Körmömmel kaparom le, az nem túl jó egyébként, majd izgi lesz kitisztítani. Lehet itt az alkalmazásba beváltani, ezt is fogalmam sincs, miről van szó. Valami szimbólumokat kell nézni. Izgi, 2 ilyen kis bónuszkártya volt benne. Nézzük a többi rendes lapot, mert hogy azok is vannak azért. Atlantás, Genoa, Torino. Nagy csapatot ebből most úgy nem sikerült nyitni. Különlegesből is kevesebb volt. Fura ezt kimondani, de tényleg itt a különlegesnek most már ezek a rookie-k meg a top cuccok számítanak. Koulibaly. Ugyanúgy ez az alkalmazásos cucc, Stellare, azaz valami csillag, támadó csillagok, talán ez lesz a lefordítása. Atalanta, Mez, majd utána Napoli is felálláskártya, és itt pedig egy Cagliari is duólap. És akkor jöhet az utolsó pak. Nézzük, 4 csomag volt, ugye menedzser kártya. Van benne menedzser kártya, Sampdoria menedzsere. Majd utána egy Top Impact lap, ez is menő, mint ahogy a Napoli logó, ezek a színek, amik rajta átfutnak, kegyetlen durvák, Interes duó Calhanoglu-val és Barellával, majd utána egy speciális felállás, illetve egy ilyen jó koszos mezes Fiorentina duó lap, ez fantasztikus, az, hogy menedzser lap is van benne, ez kegyetlen jó, én minden szériában nagyon szeretem, ha van ilyen menedzser kártya. Szerintem ezt a Panini ezt jól összehozta. Én köszönöm szépen Sportcastnak, hogy hozott nekem Olaszországból. Vannak még csomagok hozzá, úgyhogy mindenféleképpen fogunk ilyet még bontani. Legközelebb találkozunk a következő videóban. Addig is jók legyetek. Sziasztok! Egy igazi különlegesség volt itt. De király!